Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Rendhagyó lesz ez a mai beszélgetésünk, mégpedig azért lesz rendhagyó, mert hogy nem a világ sorsát szeretnénk most megmutatni, elintézni, taglalni, hanem beszélgetünk egy most megjelent könyvről, méghozzá a hivatalos bemutatója előtt kérem szépen, mert hogy Bakony István, József Attila díjas irodalomtörténész barátunk megtisztelt azzal, hogy eljött hozzánk még mielőtt hivatalosan ez a könyvet bemutatnók a Vörös Marti Társaságnál. A könyvet megmutatom. Irodalmunk színei. Ez bizony már a 26. kötete Bakonyi Istvánnak, és ha jól számoltam, vagy ha ugye megnéztem itt, 632 folyóirat szemelvény is áll a neved mellett. Ez a könyv tanulmányok, recenziók és interjú kötet. Nagyon-nagyon jó, mert hogy én elolvastam, és erről fogunk beszélgetni. Egy kicsit a kávéházi szegleten köszön nekem vissza az a csodálatos műsor, amit azért nagy örömmel veszek néha a kezembe, mármint a listát, és megvallom, hogy őszinte örömmel teszem be az archívumunkba, az archív műsorainkba, mert ezek nagyszerű műsorok. És amikor ezeket a könyveket, vagy ezt a könyvet olvasgattam, akkor bizony mondom, hogy visszaköszön az a Bakonyi István, aki azt a nagyon sok remek interjút készítette. Én is szívesen emlékszem ezekre az időkre, amikor a Fehérvár TV-ben egy olyan másik épületben került mindezekre sor, hiszen a Jókai utcában volt az a régi időben lévő jelenés sorozat még. Szívesen emlékszem rá vissza, és tényleg igyekeztem a magyar irodalom színevet megkívni ezekben a műsorokban. Ezek kapcsoltak általában irodalmi rendezvényekhez, nem mindig, de sokszor kapcsoltak íróolvasó találkozókhoz, könyvbemutatókhoz. És egyben meghívva. Olyan is előfordult, hogy nem a stúdióban beszélgettünk, hanem a helyszínen. Emlékszem Jókai Annára például, amikor a Vörös Marti Társaságnál volt, és akkor a helyszínen vettük fel a beszélgetést, vagy Csóri Sándorra, ami többször is ment már azóta. Bella István, nem Bella különben. István is. A Csóri féle beszélgetés az a Gárdonyi Géza Művelődési Házban készült. Gáspár László sorolhatnám, Takács Imre. Nagyszerűek ezek. 40 esztendeje jelent meg az első írásod. Ez is egy pontos évforduló. Emlékszel rá? Hogy nem emlékeztem. És akkor kezdtem tanítani. Tehát ez 1976-ban történt. Akkor fejeztem be a tanulmányomat a Pécsi Tanárképző Főiskolán, és akkor kezdtem el a tanítást a Rákócziban annak idején, és érdekes módon ez pontosan abban a hónapban történt, amikor a tanítás megkezdődött, mert a 76. szeptemberi jelenkorban jelent meg az első írásom arról a Serfőző Simonról, akiről aztán később könyvet is írtam. Akkor még nem ismertük személyesen egymást, de hát Simon ugye Fehérvárhoz is ezer szállal kötődött az után is, hiszen hogy más nem mondjak a Jákiban, amikor 1988-ban meghívtam vendégségbe, ott Bobori Zoli volt a versmondó, és közben ott a Simon felolvasta akkor még friss feledésből az Emlékmű című versét, és éppen most minap láttam egy beszélgetést Bobori Zoltán, ahol emlegette ezt a délutánt, ami elindította a fejében azt a folyamatot, ami a Donkanyar kápolnához meg igen, az Arándok utakhoz vezetett. Ez most aktuális, hiszen a püspök atya emlékmiséje ma volt például a Donkanyar emlékkápolnánál. Ebből aztán kiderül a nézők számára is, hogy november 2-a van halottak napja. Azt tudod, hogy egy születésnap is, egy nagy író költő születésnapja. I. és Gyulán halottak napján született annak idején, 1902-ben. No, Németh Lászlóval folytassuk. Elsősorban azért, mert ez egy folyamat volt. Ugye Kovács Istvánból B. Kovács István lett, aztán Bakonyi István és Dr. Bakonyi István. A disszertációt pedig Németh László epikájáról szólt. Németh László meghatározó volt az első pillanattól kezdve a számodra. Ez nem is kérdés, ugye? Igen, ezt már neked is elmondtam szerintem egy interjúban, hogy már az általános iskolában hallottam a nevét, Ruprecht Otto, akkori magyar tanárom 8. koromban mondta azt, hogy ő a legnagyobb magyar író, mint Németh László. De én ezt csak ugye elraktároztam a későbbiek során. Viszont éppen most ma hallgattam egy műsort Bolyai Jánosról, a nagy matematikusról, és éppen emlegettem, hogy
1970-ben, amikor érettségiztünk, Németh László a Két Bólyai című drámája volt a kötelező olvasmány. Nem értettem egészen később, hogy miért, mert szerintem az Iszonyt vagy a Gyászt kellett volna talán inkább olvastatni, de jelentős dráma, kétségkül a Két Bólyai. Mint ahogy Németh László egész életműve számomra nagyon meghatározó volt, és hosszú évekig elsősorban vele foglalkoztam. Tehát ez minőségigény? Igen, ugye őnála a minőség forradalma, a minőség eszmé alapfogalmak, és ebben a kötetben is emlegetem, van egy bevezető interjú velem, Fazekas István csinálta, és ott emlegetem, hogy amikor elkezdtem Németh Lászlóval foglalkozni, akkor az életmű körül kialakult egy nagy családi közösség tulajdonképpen. Nagyon jeles irodalomtörténészek vettek ebben részt. Akkor még élt Cine Mihály, Király István, Grezsa Ferenc és mások. És ebbe a társaságba csöppentem én bele valamikor a 80-as évek elején, és nagyon meghatározó volt számomra, hogy ilyen közösség veszi körül ezt a fantasztikus életművet. Essék szó a monográfiáidról, ha már Fazekas kérdezte tőled, hogy ugye Petrőcit, Bellát, Tamás Menyhértet, Serfőző Simon, Sobor, Takács Imre, Pékpát említi ő. Ezek a legnagyobb nevek, akikhez ráadásul baráti szálak fűztek. Igen, vagy fűznek ma is. Persze a legnagyobb nevek meghatározás azért számomra a legnagyobb a közül valók, mondjuk, valók. Vagy a legnagyobb a közül tartoznak, mert lehetne folytatni a sort. Éppen a most 80 esztendős Buda Ferencről akartam én annak idején kis monográfiát írni. Itt is elmondom, hogy a Kecskeméten akkor élt kiváló irodalomtörténés, Szeki Rendre viszont megelőzött ebben, és akkor szóltam Rónai Lászlónak, a irodalomtörténésznek, aki a Kortársaim sorozatot szerkesztette a Balassi Kiadónál és a Irodalomtudományi Intézetnél, hogy ugyanakkor szívesen írnék viszont Bella Istvánról, aki ugye a mi vidékünkről származott, tényleg személyes kapcsolat is fűzött hozzá, és ez így történt meg. De hát az esetek többségében magam választottam kétségkül azokat, akikről írok. Milyen alapon választottál? Hiszen a monográfiáidat megnézzük, most ez a teljesség igénye nélkül mondtunk néhány nevet, azt hiszem, hogy mind más. Igen, de azért vannak itt szellemi kötődések is szerintem. Mondjuk Tamás Menyhért volt az első alany, akivel foglalkoztam. Szerintem ő tágabb értelemben ahhoz a irányzathoz tartozik, ahova Takács Imrét vagy Bella Istvánt is sorolhatjuk. Sobor Antal meg egy önálló szellemi sziget volt, én azt hiszem, nem csak számomra. És nagyon fontosnak tartottam akkor, amikor nekiálltam. Ez egy kis füzet volt tulajdonképpen a Kodorányi Füzetek sorozatában. De nagyon fontosnak tartottam, hogy szóljak róla, hiszen mindmáig úgy érzem, hogy nincs meg az a méltó helye a magyar irodalom történetében, amit ő megérdemel. De mondhatom, ugyanakkor az Petrőcz Évát is, aki az egyik legaktívabb mai költő és költészetben irodalomban mozgó ember, aki egy kicsit mást kép, tehát ő nem sorolható be, én azt hiszem egyetlen ilyen. De senki sem. Úgynevezett kánonba sem. Ő például ugye tudjuk azt mondja magáról, hogy ő egy polihiszterika. Igen, a polihiszterika, ez önirónia a részéről egyébként, de van némi alapja kétségkívül. Ült már ezen a helyen is, ha jól emlékszem. Igen. A te műsorodban. De hát azt mondod, hogy más világok. Persze minden írói és költővilág más és más, de azért vannak érintkezési pontok. Hadd kezdjél ezek a barátaidról. Ugye az ajánlást ide Péntek Imre írta. Péntek Imre nagy, tehát fontos, hangsúlyos szerepet játszott az életedben, az irodalmi létedben is. Most ugyan nincs köztünk, de az alkotásaival nyilvánvaló. Ami köztünk van, csak nem Fehérváron. Mármint nem Fehérváron. Igen, hát természetesen itt arra is gondol, azt nyilván, hogy másfél évtizedig kollégák voltunk az Árgus szerkesztőségében. Máig is emlékszem arra, pillanatra, amikor megkeresett, és azt mondta, hogy mostantól lesz irodalmi folyóirat Székesfehérváron, és úgy gondolta, hogy én legyek a főszerkesztő helyettes. Ez történt 1989 végén, mert hogy 90-ben alakult meg az Árgus. De hát nem csak a szerkesztés, hanem egyébként is kapcsolatban voltunk természetesen. Most például olyannyira tartom ezt fontosnak, hogy nekiálltam egy róla szóló kis monográfia írásának, ami reményem szerint jövőre az antológia kiadónál lakítélke meg fog jelenni. Most tehát ebben a kötetben ugye a személyes hangon írsz mindenkiről, már is ugye a személyes hangon Babicsról. Most úgy kérdeznélek, hogy néhányat én a teljes igény nélkül kiemelnék, amelyeket fontosnak érzek, de alapvetés számodra is. Tehát kezdjük mindjárt Babicssal. Hát miért igen. Fontos számodra Babits Mihály?
Ez nagyon érdekes, mert az előbb már elmegettem az általános iskolai múltamat, amikor is a magyar tanárom azt mondta Németh Lászlóról, amit mondott. És képzeld el, de talán ezt már mondtam is neked, hogy 8. koromban történt ugyancsak, vagyis 1969. november 7-én, hogy én nem voltam versmondó, de akkor megkért arra, hogy mondjak egy verset, mint 8. diák a november 7-i ünnepségen, és képzeld el ezt a verset. Mondtad el velem, amit itt elemzek ebben a kötetben. Tehát a húsvét előtt. A húsvét előtt című verset, meg az ég adta világon semmi köze nem volt természetesen november 7-ihez. Én ezt se fogtam akkor nyilvánvalóan föl, de később rájöttem, hogy ez egy nagyon egy fintornak is fölfogható kiállás volt szerintem a értékek mellett, ugye, mert hát az, hogy ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, bort a feledése, ennek semmi köze nincs a lenini forradalomhoz természetesen. Nyilvánvaló. Egy olyan békeverse ez, és ezt fejtettem ki egy emlékülésen, aminek az írásos változata itt van, amiben a legteljesebb békevágy nyilvánul meg, a mindent elsöprő béke akarat. 1916-os vers az első világháborúban írta a Babits, abban a korban, amelyben egyébként nagyon sokan megrészegültek a háborús szédítéstől, ő, mint ahogy Adi is azok közé tartott, akiknek az első pillanatban világos volt, hogy ez egy őrület. Tehát fontos számodra, Babits. Igen. Itt, ahogy a felsorolást nézem, Petőc Andrásról azért nem ejtünk szót, mert ugye két könyvéről is írtál, nagyszerű dolog, de talán a fontosabb, aki most bennünket néz és hallgat, hogy Ferdinánd György. Az első dolog, mikor megnéztem itt a hátul, hogy azt fellapozzam a mélyebbre, hiszen Ferdinándné György egy unikum. Hát itt volt nem olyan régen. Igen, a Határon túli irodalom napjain találkoztunk, és ma is unikum. Többször találkoztam vele, hívtam a Kodolányra, és annak idején meg más helyeken is volt a vendégem. Azon írók közé tartozik, akik az 56-os emigrációból a legfontosabb nyugati alkotók közé tartoznak, azt hiszem. Egyébként, ha már itt a Petőc András nevét említette, akkor mondhatnánk itt más neveket is, és akkor visszatérek a Irodalmi színei címre, amit azért választottam, mert igyekeztem nem egy oldalról, nem egy kánonból válogatni az írókat és költőket, akikről írok, hanem azt szeretném megmutatni, hogy különböző irányzatokhoz, különböző szellemi, netán közeleti irányzatokhoz tartozó írók és költőknél is minden esetben a minőség a fontos. Az egy másodlagos kérdés, hogy ők most hova tartoznak. Tehát nem ítélsz? Nem. Ugyanakkor megvan, mert például amikor a Kertész Imre naplókötetéről írtam, azért ott sem, úgy érzem, nem tagadta meg önmagam, mert minden egyes mozzanattal nem tudtam egyetérteni, viszont az kétségtelen tény, hogy kikerülhetetlen életmű ez is, mint ahogy a Sándor Iváni is, hogy ezeket a neveket mondjam. De ugyanakkor Örkény vagy Nagy László egyformán fontos számomra, mert ez lenne az igazi, azt hiszem, én úgy gondolom, hogy a különböző oldalakhoz tartozó írók és költők együtt is felmutathatók. Most foglalkozom Sebők Melinda György Oszkár kötetével. Egy remek kötet, amit így van, Immemorem György Oszkár, erről írok egy recenziót ezekben a napokban. És ott például az is egy döbbentes számomra, hogy az a zsidószármazású György Oszkár, aki tudjuk, hogy olyan véget, úgy halt meg közel, hasonlóképpen, mint Radnóti Miklós, és a 38-as esztendőben a keresztény Fehérvárról, a keresztény kultúráról, Prohász Kótókár püspökről ír egészen magas röptű gondolatokat. Tehát csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy a látszólag egymáshoz szemben álló erők is néha bizony egymásra találhatnak ebben a közegben. A különlegesség vonz egyébként? Különlegesnek nevezem azt, hogy valaki teljesen más világnézeti alapon kezd el alkotásokat megosztani veled, és mégis megfog. Igen, vonz, ez kétségtelen. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy az ember álljon ki saját nézetei mellett, és adott esetben kulturáltan, nem föl vagy sárba döngölő módon, ha kell, bíráljon is, mert ugyanakkor meg kell tartanunk azt, amit mi gondolunk a világról. Igen, a hited, a református létet segít ebben? Igen. Ez az alapja mindennek? Igen, azt hiszem, ebben is ott vallok abban az interjúban, hogy ezek a gyökerek fontosak számomra, de ezek is úgy, hogy majd jövőre, amikor a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor sok szó fog erről esni, mert lesznek irodalmi programok is Székesfehérváron, de én azt hiszem, hogy
olyan, hogy protestáns irodalom természetesen létezik, olyan, hogy katolikus irodalom olyan is létezik, de ezeknél sokkal fontosabbak azok az összekötő kapcsok, amelyek a nagy életművek alkotóit összekötik. Igen, hát itt a teljes igénye nélkül még egyszer, tehát ugye Bertók László, Serfőző Simon, Sarussi, Fenyvesi Otto, Turci István, Gál Csaba Sándor, Sajtos Lajos, Kánei Adél, Sándor Iván, akit említettél, Örkény, Kertész Imre. Na most ezen túl viszont a kötet másik része az az éned, amit mostanság sajnos ugye nem nagyon ismerhetnek, itt vannak az interjúk. Erre utaltam a beszélgetésünk elején a kávéházi szegleten, hiszen én televíziósként azon nőttem fel a te interjúidon, mármint kulturális értelem. Ennyire öreg lennék? Talán nem. No, de tényleg. És igen. Most nézegettem itt ezeket az interjúkat, az egyéni, tehát eredeti és egyedi. Az a fajta kényszer nincs benned, ami úgy általában azért csak-csak megjelenik, aki muszájból csinál valamit, egy ilyen beszélgetésre gondolok elsősorban, mindig egyéni az a kérdezésmód. Holott a barátaiddal beszélgetsz, ugye ez egy nagyon nehéz dolog. Nézd, itt ugyanakkor... a Balajti Bobori, László Zsolt, Németh József Attila, Sajtos Lajos, Simek Vali, Heiter Tamás konkrétan. És mégis mind más, és kiderül számomra is, akik ismerem őket, hogy még mindig tudsz újat. Hát nagyon megtisztelő, hogy ezt mondod, és ha így látod, ennek itt igazából örülök. Ugyanakkor azt gondolom, hogy és azért is bátorkodtam fölvenni ebbe a kötetbe ezeket az interjúkat, amelyek éppen írásos interjúk voltak, nem rádióban és tévében hangoztak el, mert hát ugyanazt próbálja az ember elmondani egy recenzióban, egy tanulmányban is, mint amit az interjúban más műfaji követelmények megfelelően, de szeretne, hogyha kifejtődnék. Tehát én ezt egységesen képzelem, mint ahogy a tanítást is sorolhatjuk ebbe a tevékenységbe. De meg hát az is itt fontos szerepet játszott, hogy azért fehérvári vagyok, és ezt örömmel jelentem ki és mondom, és úgy gondoltam, hogy ebbe a kötetbe, bár a kötet ugye Budapesten jelent meg a Hungarovox kiadónál, de fel szerettem volna mutatni ezeket a olyan helyi értékeket, amelyek többet jelentenek, mint helyi érték. Tehát ők a barátaid, évtizedek óta ismered mindnyájukat. Valóban a barátaid? Mit jelent számokra az írók, költők barátsága? Hát nézd! Ez nem a testi-lelki jó barátságról szól, hanem a hasonló gondolkodásról, arról a kényszerről, hogy azt, amit gondolsz, azt úgy írd le, hogy a közt szolgáljad. Én nem szeretek dobálózni ezzel a szóval, hogy barátság. Nem? Igazi barátja az embernek azért nem sok van. Világos. Azt szokták mondani, hogy akinek túl sok barátja van, annak egy sincs. Legalábbis hallottam már ezt a nézetet. De az kétségtelen tény, hogy olyan emberek ők, akikhez szoros szálak fűznek. Nem mindig értünk mindenben egyet, de ez természetes, az ember a testvérével, a feleségével sem ért mindig mindenben egyet, de hát ez azt hiszem az emberi természetből fakad. És ugyanakkor az tényleg fontos, hogy azok a értékek összekötnek bennünket, amelyek itt a fehérvári irodalmi életben, a fehérvári kultúrában, egyáltalán a városnak a szellem életében, én azt hiszem, hogy fontosak. A kérdéseidről kérdezlek. Ugyanis feltűnt nekem, lesz. Nagyszerű kérdések, rendkívül egyszerű kérdések. Ugye ebben egyetértesz. Például az, hogy kiket tart a szellemi elődeidnek lírában és epikában, most csak véletlenül kinyitottam itt, Heiter Tamástól kérdezed, ez egy nagyszerű kérdés. Vagy éppenséggel, hogyan éled meg korunk szellemi és egyéb zűrzavarait? Ez borzasztó egyszerű kérdés látszólag, ugyanakkor megvan az a mélysége, amit mindig is figyeltünk benned. Igen. Hát az igazság az, hogy amikor a kommunikáció tanszéken tanítottam, akkor mi tanítottuk, hogy milyen a jó kérdés, ezt neked nem kell magyaráznom, de nyilvánvaló, hogy lehetőleg olyan úgy tegyük fel a kérdést, hogy arra lehessen válaszolni, másrészt legyen egyértelmű, legyen tömör, lehetőleg kerüljük a... De ez se igaz, hogy kerüljük az eldöntendő kérdéseket, mert van, amikor egy állítás, hát te is azt hiszem, most nem csak kérdőmondatokat tettél fel nekem, hogy állítottál is valamit, és valamikor az viszi előrébb a beszélgetést. Nézd, hát igyekszik az ember, nyilván adott szerző, adott beszélgető partner életművének a lényegére rákérdezni. Magadnak is teszel fel kérdéseket, amikor készülsz, mondjuk ugye a Királykúti portrébeszélgetés sorozat az kellően népszerű ahhoz, hogy erre hivatkozhassam, hiszen nem csak a visszajelzések okán is, ez egy fontos, az irodalmi létünknek egy fontos szelete. Hát igen, ott egy kicsit azt próbálom
megvalósítani, amit a Fejérvár TV-ben korábban sikerült, és most ez a tér számomra nem létezik, de a Királyúton ugyanakkor úgy gondolom, hogy valami hasonlót csinál az ember. Itt persze változatosabb a paletta, mert nem csak írókkal, költőkkel, hanem zenészekkel, egyházi emberekkel, közéleti emberekkel is beszélgetek. Van, amikor nem beszélgetek, hanem legutóbb Razonszky Mihály előadást tartott, azt csak bevezettem. De ez tényleg egy nagyon fontos tevékenység a számomra, és nagyon örömmel. Igen, érzem. De most a kérdést azért megismétlem, hogy magadnak teszel fel kérdést ilyenkor? Hát persze, hogy egyáltalán mi értem az egésznek egyáltalán, hogy fogok nekiállni. Tehát konkrét kérdéseket nem nagyon tudok most megfogalmazni neked ezzel kapcsolatban. Ez lehet dicséretként hangzik, és az is, hogy azt vettem észre, hogy egyre inkább eltűnik az előadókra jellemző önzés a beszélgetéseidből. Nekünk csinálod a beszélgetéseket. Hát azt hiszem, hogy ennek így van értelme. No, amikor ez a könyv, ugye Péntek Imre azt írja, hogy az első rész a tanulmányok, kritikák jobbára irodalmunk java terméséből válogat, a második rész pedig a helyi világ alkotóival készült interjúkat fogja össze. Ez a kettősség az fontos számodra? Hát ez nagyon fontos, mert én nem hiszek abban, hogy szét kell választani ezeket a egyetemesnek nevezhető, vagy éppen regionális értékeket, mert független attól, hogy ki hol él, független attól, hogy hova tartozik. Én szerintem nagyszerű életműveket és remek műveket egy kis faluban is létre lehet hozni. Gondolj arra, hogy a magyar irodalom múltjából a legtöbb nagy egyéniség vidékről jött. Petőfi, Arany, nem is folytatom a sort, Adi és mások mind. Aztán más kérdés, hogy az életük hol bontakozott ki igazából, de én ezt egy másodlagos kérdésnek érzem, hogy éppen az a számítógép, vagy íróasztal, vagy papír az hol van. Lehet egyetemes értékeket létrehozni Székesfehérváron is, és lehet vacakot csinálni Budapesten is természetesen. És úgy gondolom, hogy azok a most a Vörös Marti Társaság körül csoportosuló írástudók, akikkel foglalkozhatunk, és akik itt vannak közöttünk, mindenképpen is erre akár büszkék is lehetünk, hozzátartoznak ma már a magyar irodalom élvonalához. Tehát a két kör egybe tartozik mindenképpen. Lubickolsz ebben a szerepben, ami nem is szerep, hanem a tiéd. Egyrészt nagyon sokan hívnak, sok helyre, másik oldalról pedig azt hiszem, hogy a teljesség igényével tudod megmutatni a mai magyar irodalmat, és vissza az előzőt is. Mielőtt még lubickolnék, azért azt meg kell jegyeznem, hogy önmagammal szemben is rengeteg hiányérzésem van, mert azért rövid az élet ahhoz, hogy például az ember csak a legértékesebb életműveket is mindig végigolvassa. De ugyan a lubickolás, az nem tudom, hogy pontosan mit jelent ebből a szempontból, mindesetre élvezem ezt a fajta tevékenységet, és én azt hiszem, hogy amíg bírom, addig ezt csinálni is fogom. No, akkor én azt kívánom, hogy érdeklődéssel várjuk Sebők Melinda György Oszkár könyvéről, hogy mi jutott eszedbe, és még egyszer, kedves nézőink, figyelmükbe ajánlom, Bakony István Irodalmunk színei, tehát tanulmányok, recenziók és interjúk, a bemutató a Vörös Marti Társaság dísztermében lesz 21-én este 6 órakor. 5. Ötkor? Igen. Tehát ugye akkor... most korábban sötétedik. Korábban sötétedik. Jó, tehát 5 órakor, és természetesen mi ott leszünk. Addig is köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, én vagyok megtisztelve. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket láthatták. Bakony István József Attila Díjas irodalomtörténész volt a vendégem, mégpedig azokból, hogy megjelent Irodalmunk színei című új kötete. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.